Éghajlatkutatók és más szakértők között évek óta dúl a vita, mi az oka időjárásunk változásának. A vélemények eltérőek, az azonban megállapítható, hogy az utóbbi években rendkívül kiszámíthatatlanná vált Földünk éghajlata. Ezek a változások nem csak az ember teszik próbára, de komoly kihívásokat jelentenek az építőipar számára is. A természeti katasztrófák, viharok által leginkább érintett épületrész a tető, így hazánkban és Európa több országában is sokan látnak neki régi, elavult tetőik felújításának cseréjének. Az elmúlt hónapokban, illetve az elmúlt évekre is visszamenőleg megállapítható, hogy egyre szeszélyesebb az időjárás, és ezen viszontagságos időjárás kikezdi a régi tetőket is. Amennyiben most már mondható, hogy a tető felújítások tovább nem halogathatóak, ezeket meg kell tenni, mielőtt egy nagy vihar óriási kárt okoz a tetőkben. Ilyen fotókat, videókat, híradásokon lehetett látni. Tehát ez tény, hogy az elmúlt időszaknak a viszontagságos időjárásai arra kényszerítik az embereket, hogy megelőzzék ezen vihar okozta károkat, és a tető felújítást végrehajtsák. Azonban egyáltalán nem mindegy, milyen tetőfedő anyagot választunk. A piacon jelenlevő cégek választéka rendkívül széles skálán mozog, mind árban, mind minőségben egyaránt. Mivel ez a beruházás hosszú időre szól, ráadásul komolyan megterheli a családok pénztárcáját, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen minőséget kapunk, és hány évre oldjuk meg ezt a problémát. A betoncserép, a pala, a bitumen zsindely és a fém lemez fedések még mindig jelen vannak a piacon. Ezen megoldások viszont többé-kevésbé rövid időtartamra szólnak. Valamelyik építőnek, gondolok itt a régi épületek bitumen zsindelye való átfedésére 5-10 évre szolgálnak maximálisan. Így tulajdonképpen egy rövid távú megoldást választ az, aki ezt az építőanyagokat választja a tetője felújítása során, hiszen 10 év évre tart szemben egy kerámia cserép a 60-80 év minimális élettartamához képest elhanyagolhatónak minősíthető. Természetesen a költség lényegesen magasabb a kerámiánál, mint a például egy bitumen zsindelynél, viszont ami rövid távon olcsó, az hosszú távon már nem biztos, hogy megéri választani. A kerámia előnye, hogy nagy törőszilárdsággal rendelkezik, minimális a vízfelvétele, így nem kell számolni súly ingadozással, egy nagyobb esőzés vagy hóolvadás során. Természetesen fagyálló, a nagyon viszontagságos hőmérséklet ingadozásnak is ellenáll, hosszú távon ellenáll, évtizedeken át ellenáll, és ehhez tartozik, mivel a kerámia cserép klasszikus natúrvörös színét az égetési eljárás során éri el, így nem kell tartani a szín elváltozásától sem. És nem kell tartani attól sem, hogy környezetszennyező építőanyagot vásárolunk, hiszen a kerámia cserép a gyártás során, az életciklusa alatt és annak lejárta után is környezetkímélő fedőanyagnak számít. Nem tartalmaz mesterséges kemikáliákat, bontás után pedig a környezetszennyezése nélkül bomlik le. A gyártók folyamatos innovációjának köszönhetően pedig mára nincs olyan vevői vagy tervezői igény, amit ne lehetne kerámia cseréppel megoldani. Hey, hey, well, this could be cool. Kerámia tetőcserép mindig tud újat mutatni, mind formában, mind színben, mind méretben, mind alakban. Milyen épületekre használható? Használható természetesen, ahogy a jelenlegi épület előtt is állunk, klasszikus, régi, hagyományos épületekhez, hótfarkú, illetve hornyolt fedéssel, de megjelentek a piacon az új, úgynevezett sajtolt tetőcserepek, amelyek kisebb négyzetméter igényel, magasabb léctávolsággal jelennek meg a piacon, amelyek új formát és új lehetőségeket kínálnak az építkezők, vagy éppen a kivitelezésben résztvevő szakemberek részére. Elmondható, hogy 10 foktól 90 fokos tetődőlészigig tudunk tetőcserepeket kínálni. A 10 fokos hajlásszög az egy abszolút unikum a piacon, nincs más építőanyag, amely 10 fokos tetőre, klasszikus magas tetős építőanyag, amely 10 fokos tetőre
megoldást tudnak kínálni, de ezzel szemben 90 fokos, tehát teljesen függőleges síkra is tudunk tetőcserepeket felhelyezni.